Úgy gyakorlatilag, ugye most neki akarok állni, mert a múltkor beszéltünk, tehát a, a magának a hangos a, a, történetében. Most, ugye múltkor mondtad, hogy a Apple Podcast, igen, Apple Podcast, uh -huh. hogy azt kell letölteni, most igazából én, én, lepróbáltam tölteni, vagy hát megtaláltam, de, de ott, ott csak olyan, tehát az jön le, hogy tehát én itt nem tudok gyártani podcastet vagy nem tudom, hogy az a része, hmm, hogy... Akkor azt már átküldöm neked, én kaptam tőlük egy e-mailt, és abban van benne, hogy hogyan tudod megcsinálni az előfizetéses részt. Aha. Mert ugye a simán a az ugye benne van az Encore FM-mel, azzal tud csinálni podcastet, csak az neki a lényege, hogy maga a, az Apple podcastnél most már van egy olyan lehetőség, hogy előfizetéses réted a te podcasteret. szóval nem kell az egészet, nem bizonyos epizódokat előfizetéses teszel és akkor így, így, így lesz elérhető a későbbiekben. De mm. én azt mondanám, hogy most, ugyanmiről beszéltünk is a, a másik részen, hogy legelőször neked magát a követő tábort kéne így, így felépítened, hogy, hogy legyen mm. egy, egy, egy olyan rész, akinek későbbiekben fogsz érzelni. Szóval most így azért az első két-három hónapot be kell picit arra áldoznod, hogy olyan részeket is fogsz gyártani, amik, amik full ingyenesen elérhetőek, és akkor fel kell húznod magát ezt a, ezt a csatornádat. Szóval a lényeg az az, hogy először fel kell építened magát úgy, hogy neked legyen egy követő táborod. És ugye erről beszéltünk, hogy meg kell csinálnod azt, hogy meglegyen ez a márka ismertséged, akkor utána hozzácsatolod az ingyenes anyagokat, hogy minél többen elkezdjenek hallgatni, és utána tudod rátenni azt, hogy akár előfizetéssel, akár fix tartalommal tudsz értékesíteni. Szóval nagyon fontos az, hogy ne egyből szélszel mennyi, mert az, az nem lesz annyira hatékony. De most azt tudom mondani, hogy tényleg két-három hónapot erre rászánok, felépítem, megvan az oldalam, megvan a Facebook oldal, megvan minden, plusz felépült a, a podcast csatornám, és akkor utána elindítod az előfizetéses részt, hogyha már mindenki minden nap szeretne, mert mondjuk azt mondod, hogy ingyenesen hetente egy anyag elérhető, előfizetőknél meg minden nap elérhető. Egy, egy, anyag. És akkor ezt így fel tudod építeni, hogyha mondjuk az a cél, hogy most a mesékre állsz rá, hogy akkor minden esti mesét akkor így, így, tudsz végignyomni. És akkor ebből is ugye meg tudod azt csinálni, hogy nem tudom hány mesét fogsz így összességében, de, de, itt utána ki tudsz alakítani benne csomagokat, meg különböző részt, hogy hogy tudod, igazából azt kell kitalálnod, hogy hosszú távon, hogy tudod érdekessé tenni, hogy, hogy neked megmaradjon minden előfizető. Vagy azt mondod, hogy csinálsz egy komplett anyagot, és olyan, mint hogy egy pendrive-on értékesítenéd, és akkor van egy fix ára, kiszámolod, hogy mennyi, ő ezt megkapja, és akkor otthon a pendrive-ot bedugja, és akkor bármikor meghallgathatja. Ez egy ilyen egyszeri, vagy pedig előfizetéses. Itt igazából az üzleti modellt is ki kell találnod, hogy a későbbiekben előfizetésbe szeretnéd vinni előnye hátránya, vagy pedig egyszeri értékesítés. Az egyszerinél ugye az a jó, hogy ha megint van egy blokkod, amit kiadsz, mondjuk ilyen 30-asával csinálod meg, akkor azt mondod, hogy ez a januári, ez X, ez a nem tudom, és akkor ahogy megveszik. Itt ugye előfizetésnél meg tudod csinálni, hogy ez mindig fönt van -fön elérhető, nem tudja letölteni, hanem mindig onnan tudja meghallgatni, a másiknak az az előnye, hogy te fizikálisan úgymond egy pendrive-on elküldöd neki. Úgyhogy itt igazából későbbiekben én azt mondom, hogy erre érdemes csinálnod egy felmérést, amikor már van elég sok követőt, kedvelőt, hallgatód, csinálsz egy felmérést. Hogy hogyan tudnának titeket jobban kiszolgálni? Egy előfizetéses részsel, amit ti mindig elértek online, mindig van elérhetőségetek, otthon van wifi tek utazás közben is meg tudjátok oldani. Vagy azt mondjátok, hogy egy egyszerűbb lenne egy pendrive-on megkapni, mert akkor bedugom a gyereknek a számítógépbe, vagy a ipad vagy nem tudom, min hallgatja a mesét, és akkor azon tudja mindig meghallgatni. Mm -hmm. És akkor adsz egy ilyen lehetőséget. Egyébként most még itt a pendrive-nál jutott olyan eszembe, hogy például csinálhatsz vele akciókat. Azt mondod, hogy karácsonyi csomag. és akkor Vagy karácsonyi szünet csomag. És akkor azt mondod, mm. hogy ez nem tudom mikortól van, karácsonyi szünet december 20-tól január 3-áig minden napra egy mese. És akkor ez egy ilyen csomag. Ilyeneket is meg tud csinálni. És ugye ez azért nagyon jó, mert egy kapcsolt olcsó termékkel be tudod őt hozni mert meg tudod azt csinálni, hogy a Alibabán megrendez egy pendrive-ot, hogyha rendez belőle 50-et, akkor fellogóztatják neked saját név, saját mindennel, minimális helyet foglal el rajta, mondjuk egy ilyen 5 gigáson, vagy nem tudom, 32 gigás, vagy 64 gigás, és szinte egy normál pendrive el tudod adni. Szóval ugyanannyi, mint a boltban megveszed. csak bocs, van rajta még egy mese. Egy, mit tudom én, 15 napnyi mese van rajta. Mm -hmm. És a szülő azt mondja, hogy ez tök jó, mert akkor ezt másra is tudom használni, ugyanannyiba kerül, mint hogy pendrive-ot vennék, viszont egy nagyon jó belépő szintű termék. Azt mond meg nekem, hogy a, a érdemese, ugyan volt, hú, nem is tudom, hiszem, februárban beszéltél róla, de ugye visszatom nézni, hogy melyik, melyik lesz az, amit majd vissza kell néznem, ahol, ahol, felsoroltad, hogy a, mikor érdemes hirdetni a Facebookon, aztán Pinterest, meg, meg emlékszel erre az előadásod? Ez azt hiszem februári. Hmm, ez Csinálta amikor egy egy a, a platformot válasz ki, hogy melyiken, melyik lesz a fő platformod, ahol uh, fogsz a legtöbbet igen. kommunikálni. Igen, igen. Tehát igazából most azon gondolkodom, hogy a, ha, ha az emlékezetem nem csavar, ha jól gondolom, meg jól emlékszem, akkor lehetséges, hogy ezt, a, amit én szeretnék, főleg tehát most az esti mesés, vagy az ilyen mesés részét, azt mivel azt mondtad, én úgy emlékszem, hogy a, a hölgyek azok, akik a Pinterestet nyomják jobban, uh -huh. lehet, hogy oda kellene az egy jó platform, igen, mert a célközönséget jobban megtened rajta. Uh -huh. igen, igen, tehát az kellene a, 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 a fő dolgának, mert ahogy én nézem itt az előadásait, ezeket így össze-vissza össze kell kötözgetni majd meg. Ugye? Tehát, hogy uh -huh. van a választ erősítik. Igen. Uh -huh. igen, hát itt végül is az a uh -huh. lényege, hogy neked a uh, honnan fogod tudni a weboldaladra generálni a forgalmat. Ugye te fel tudsz szállni minden ilyen epizódot, minden mesét egy-egy posztnak, és akkor azt mondod, hogy megjelent, és akkor. Igen, nagyon röviden leírod azt, hogy mondjam, ez a mese 17 perc szól arról, hogy király kisasszony, benne a főszereplő stb. És akkor itt már ah. elég arra, hogy ők tudják, hogy miről van szó. Minden egyes ilyen posztból tudsz csinálni egy hát a Pinteresten spinnek hívják, egy ilyen kis kis táblát, és akkor mindegyikhez ott van a kép, ott van hozzá a leírás, és ugyanúgy betereltéged a weboldalra, de ott, le, ott vannak a linkek a a podcastedre, vagy a letölthető, vagy pedig már arra a sales oldalra is rá tudod tenni, hogy mondjuk ez a mese benne van a karácsonyi csomagban. és akkor meg mm -hmm. tudod vásárolni most. Igazából itt a terméklétrádat kell kialakítani, és itt ugye nagyon fontos az, hogy amivel nem foglalkoznak, így a terméklétre kialakításánál, hogy mi az a, meg kell használ, határoznod azt az összeget, hogy mi az a ideális vevő, aki úgymond a vevői élettartama alatt mennyi pénzt fognád eltölteni, elkölteni. És akkor mondhatod azt, hogy mondjuk belépő szintű termék, tényleg, mit tudom én, 15 dollár egy ilyen, vagy 20 dollár lesz egy ilyen pendrive mesével. Igen, nem, de lehet, hogy behozod őt az előfizetésbe. Oké, és ideális esetben van neki egy két-három éves gyereke, az két-három évig hallgat meséket, akkor te azt tudod mondani, hogy oké, és megvetetsz egy pendrive-ot, ami mondjuk 10 dollár, ezen lehet, hogy ne is keresél semmit, de hogyha bent tudod tartani három évig egy előfizetésbe, ami mondjuk havi 10 euró, akkor az évi 120 euró, mondjuk itt, hogyha egyszerre kifizeti, akkor adsz neki mondjuk egy 100 eurós árat, vagy szóval egy ilyen mínusz 20 százalék, vagy 98, vagy nem tudom, hogy jön ki, de ő akkor egy évre kifizette, de ő lehet, hogy három évig előfizet. Akkor az azt jelenti, hogy ha ezt kiszámolod, akkor neked egy vevőd az 300 euróba van benne. Pontosan a 300 eurót hagyhatnál nálad, és akkor vegyük ezt egy ciklusnak. De lehet, hogy született mellett egy más érdek gyereke, mert hogy most éppen két-három évvel eltolásra jönnek, akkor lehet, hogy két ciklust fogsz tudni kiszolgálni. Na nézed a 300 eurót, akkor azt fogod tudni meghatározni, hogy neked ez a vevő ez 300 euróba van, ennek lemegy a költsége, meg minden, ezt ki kell számolni mennyi a profitod, de mondjuk legyen egy 50%-os profitta a számolja, akkor neked egy, egy vevő az mondjuk 150, dollár, vagy 150 eurót fogod hagyni. Akkor utána ki, ki tudod majd számolni hogy hirdetés alapján. Mennyit költesz hirdetésre, hogy egy olyan vevőt bejöjjön, aki mondjuk 150 eurót ott fog neked profitba hagyni. És akkor lehet, hogy ki fog az jönni, hogy neked megéri a hirdetéseket, ez a per klikre, amikor kijön egy vásárló, az 50 eurót. Mert még akkor is még 100 vagy 100 euró profitod, vagy már benne van abban a másik 150 euróba, bele van számolva ez a klikre is, de hogy neked ennyit fog behozni. És ezeket érdemes kiszámolni, és előre elkezdeni tervezni, de ezt akkor fogod tudni jól lemérni, az ingyenesre elkezded a táborodat építeni. És akkor itt meg kell tudnod azt határozni, hogy mennyi pénzt fogsz tenni arra, hogy mondjuk a, az oldal idet behoz. Mennyit, fog, mennyit fogsz arra tenni, hogy, a, hogy az ingyenes anyagaidat elérd. Mert ugye a Facebookon fölteszel egy posztot, akkor meg fog jelenni az 1-3 százaléknál, aki téged követ ha ráhirdetsz, akkor ott már olcsó a követők után hirdetni. De ugye az is pénz, hogy maga a követők bejöjjenek, utána az is pénz, hogy nekik minden poszt megjelenjen, és utána, hogy magát a szélsz is megkapják. De ebből mindig fogsz tudni számolni, hogy mennyi pénzt kell rátenni, hogy mondjuk bővüljön neked ez a kör. Mm -hmm. És akkor ez egy nagyon érdekes, most azt mondtad, hogy, hogy mondjuk németül elkezdesz tanulni. Tök jó, most pedig lőttél a magyar piacra. Igen, nem, de a német piac az egy, hát mennyien vannak, szerintem egy 40 -szer nagyobb. 80 80 akkor 8-szor nagyobb. Akkor azt lehet mondani, hogyha németül fogod felmondani a meséket, akkor már egy 8-szoros tömeget fogsz elérni. Igaz, Németországban drágább a Facebook, na de egyszer csináltad meg az anyagot, és ugyanazokat az embereket szolgálod ki benne. Mm -hmm. És ugyanazzal a rutinnal fogod tudni felmondani. Mm -hmm. Viszont a mese alapanyag az megvan. Vagy meg tudod azt is jelni egyébként, hogy Törökország, vagy Németországban élő törökökre török hirdetést engedsz rá. Mert most egy fordítóval átfordítod, utána mi van? Mesét reklámozol, ez két-három mondat. Viszont tökre örül, hogy ez megjelenik, barami jó lesz a konverziód, mert nagyon leszűkítetted a célpiacot, és rá van dobva. Uh -huh. Na és ez az ember nem lehet, hogy még könnyebben meg tudod őt fogni, mint egy egyetlen németet. Uh -huh. Viszont nagyon nagy hát, a piac benne. Most így hirtelen eszembe jutott az is, hogy ugye mondtad itt a mesékkel kapcsolatban, hogy hogy ugye ciklusok, hogy megszületik az első gyerek, akkor három év, két-három évig ugye a, 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 az ügyfelem az illető, azt mondtam, hogy jön egy másik gyerek. És mondjuk mi van akkor, hogy olyan hanganyagokat is felmondok, ha már megvan egy család ugye a gyerekeivel, aki mondjuk ami az apjának érdekes lehet, érted? Tehát akár egy történelmi valamit, vagy hát, érted? vagy továbbmész, és akkor azt mondod, hogy, hát, hogy, így van. I igazából azt kell megnézed, hogy mondjuk lefetted a háromtól hat éves korig. Utána lefetted ifjúsági regényről a hattól ig Igen. vagy akár mehetsz ebbe tovább, úgyhogy ezt tovább viheted. De egyébként amivel még így, én azt mondom, hogy jól tudsz még egy plusz bevételt tenni, és ugye erre nem szoktad tenni, hogy mi van, ha kapcsolt vállalkozásnak úgymond összeállsz valakivel. És azt mondod, hogy a, hogy a te mesédet mondjuk szövetkezel egy olyan emberrel, aki Baby holmikot vagy gyerekruházatot gyerek árul. Aha, És azt, azt aha. mondod neki, hogy ugye ugyanaz a célpiacunk, száz százalékban, te ruhát adsz, én mesét adok. Konkurencia aki, nem vagyunk. Más, konkurencia nem, nem vagy, aki rajtam keresztül jön hozzád vevőnek, kapok 10 százalékot, aki hozzád jön, vagy tőled jön hozzám vevőnek, te tőlem kapsz 10 százalékot. Én reklámozom azt, hogy itt van ez a shop, ott van az összes többi, ez nekem megéri, neked is megéri. És akkor ez uh -huh. még csak a gyerekruha volt. De mi van akkor, hogyha, nem is tudom, ilyen, nem, nem tudom, van egy gyerek ételkiszállítás, vagy bármilyen olyan gyerekjáték, vagy bármi, amit megnézel, vagy babakocsi, vagy mikor babakocsi, az mind nagyon kicsi, vagy nem tudom, de mondjuk gyerekkerékpár. Uh -huh. És gondold el, hogyha valaki azt mondja, hogy a te termékedet beleteszi egy akcióba. És akkor már nem összehasonlítható. Veszel egy gyerekkerékpárt, kapsz egy gyerekmesét, és ez egy ilyen belépő. És akkor te ezt egy ilyen, neki úgymond olcsóban egy nagy keráron adod oda, Aha. azt mondod, hogy figyelj, én adom neked 20%-kal olcsóban. És akkor te hozzá tudod tenni a gyerekkerékpárhoz, nem tudják összekötni, viszont egy tök jó feeling. Ugyanezt fordítva is meg tudod csinálni, hogy azt mondja, hogy figyelj, adjál nekem egy vouchert, ami mondjuk 10% kedvezményre jogosít. Te vettél tőlem egy mesét, kapsz tőlem egy ilyen vouchert, és hogyha oda mész biciklit venni, akkor 10%-kal olcsóban tudod megvenni. Szóval érdemes ilyenbe is gondolkodni, mert ez egy olyan másik oldali pénzbevételed, amit amit a te terméket bevonzott. És ezzel uh -huh. későbbiekben lehet neked egy plusz bevételed, plusz elkezd az ismertséged nőni, plusz a vevőköröd, úgymond máshonnan is egy ilyen együttműködésből felfele tud jönni. Uh -huh. Jó Okos, okos. És ezt végig is, jó, ja, hát ezt, ezt úgy, most, most azt akartam mondani, hogy ezt hirdessem meg, hogy ő, ilyen vállalkozókat keresek, az nem kell, mert rákeresek, ha kifoglalkozik ilyennel, aztán. Elkeresel, aztán elmondod. Ugye ez, ez akkor ö, tud nagyon jól működni, ez az, hogyha mondjuk van egy Facebook oldalad, aminek ö, van már 1000-2000-5000 követője, és azt hogy mm. figyeljetek, vagyok egy ilyen követőbázissal őket el tudjátok rajtam keresztül élni egy sokkal olcsóbb reklámmal, mert azt mondjuk, hogy én megreklámozom akár a te termékedet az én oldalamon, ugye olcsóbb, mert az én követőimre fogok rá reklámozni, te kifizeted a teljes reklám költségét, plusz adsz nekem ebből egy, egy bizonyos ö, ö, jutalékot. És akkor ennyi. Hmm. És akkor ez, ez így tud működni, van. és akkor tudjuk azt is elni, hogy figyelj akkor ciklusokba, vagy azt mondod, hogy az én vevőim nálad 5-10 olcsóban tudnak vásárolni ezt, hogyha fölépíted, te bármelyik ilyen kereskedőhöz odamész, figyelj, ő fogja ezt adni, pláne, hogyha egy olyan követő tudsz menni, aki, aki tényleg fel tudsz mutatni, és ez, ezek mondjuk aktívak. És akkor ez egy jó, nagyon jó ilyen mérőszám. Neki nem kerül semmibe egyébként ez, uh -huh. de előtt egy másik célközönségre, te meg ugyanúgy rá tudsz az övére lőni. Mert ő is azt tudja mondani, hogy figyeltek most akkor akció az én vevőimnek, van egy ilyen szolgáltatás, ha rajtam keresztül veszitek meg, akkor 15%-kal olcsóbb te adsz egy 15% kedvezményt a vevőnek, másik 15%-ot odaadtad, viszont neked a 30% kedvezmény az ugyanaz, mint hogyha te hirdetésre tetted volna rá, csak egy sokkal nagyobb konverzióval lévő elérésed lesz, mint hogyha te meghirdeted volna a nagy médiába. Mert ott már ott azok az embereknek fogsz hirdetni, vagy azoknak adod oda, akiknek tényleg van gyerekük, tényleg akarnak ilyet, stb. azok fogják igénybe venni. Szóval egy jobb konverziót tudsz benne elérni, és igaz, lemondtál 30%-ról, de azt amúgy is hirdetésre elköltetted volna. Uh -huh. Uh -huh. És itt már a vásárlás után fogod kifizetni a 30-at, nem abból, hogy most az összelevetített konverzióba fizetett ki ezt a reklámhirdetést. Uh -huh. Jó az lenne a kérdésem, hogy tehát akkor most, most szedjük össze pontokba, hogy mik, mik mi azok a lépések, amiket, amiken keresztül kell mennem, mert ugye tehát az összes tehát a Facebook, Pinterest, stb. a weboldal, mm -hmm. videókat nézzem vissza ezekből, stb. Jó? Mm -hmm. Nem mondanám végig az összes folyamatot, mondjuk az, hogy mit kell két héten belül megcsinálnod, jó? Szerintem ez, mm. ez így egyszerűbb lesz, mert beláthatóbb lesz. Most ki kell találnod egy domén nevet, amin okay. szeretnél a későbbiekbe kommunikálni. Meg kell venned egy tárhelyet, egy webtárhelyet, hogy a weblapodat létre tudjuk hozni. Oké. Okay. Amikor ez megvan, azon három fület kell megcsinálnunk, kell egy bemutatkozó oldalt, úgymond ez a home oldal lesz, egy blog oldalt csinálunk, és egy kapcsolati oldal, hogy ez így mindig elérhető legyen. Ez, mert meg kell csinálnod egy Facebook oldalt, és egy YouTube csatornát. Mm -hmm. És akkor, amikor ezek megvannak, akkor ezeket össze kell kötni, és el kell kezdenünk rajta kommunikálni, meg ugye vannak még ilyen finom beállítások, de az, az, megy, az megy ilyen következő lépés. Mm -hmm. hogy, hogy hogy tudod ezt így összerakni. Amikor ez megvan, akkor tudunk tovább menni. Mm -hmm. Semmi mással nem foglalkozunk, követő bázisnak a megteremtését, és hogy az menjen. Amikor az megvan, akkor utána rád fogunk menni arra, hogy a blogcijeidet reklámozzuk, hogy minél többen elérjék, meghallgatassák, ezt mérjük, honnan jöttek, mint és a végén megyünk rá arra, hogy szélsz. Először a PR-t kell felépíteni. Először a PR-t felépítjük, így van. Amikor ez megvan, amikor megvan a követő bázisod, amire szerintem gyerek pillanatok alatt szerintem az 5-10 ezeret össze tudjuk építeni, meg hát az, hogy én is ki tudom küldeni az ismerősök között, meg teretesen sokan vannak, akik... akik Megvan gyereket. az, hogy mit kell első lépésben megcsinálni, mit kell második lépésben, mi az, ami ilyen kicsit ilyen gerilla marketing, de igen megvan az, hogy kiknek is, milyen oldalakra lehet így ráküldeni első körbe, és akkor ez így nyugodtan, mert az a lényeg, hogy most egy ilyen 5-10 ezeres követő tábort, az fel kell építeni egy ilyen egy-három hónap alatt. Hát igazából annyit tudok neked mondani ezzel a kapcsolatban, nekem tényleg kínai ez a, ez a része. Függetlenül attól, hogy számítástechnika tanár vagyok, és annak idén ezt megcsináltam, és hát nem ezt csináltam meg, hanem 20 évvel ezelőtt elvégeztem egy, egy tanári történetet. Meg programozó is vagyok, meg minden vagyok, voltam tényleg 2000 óta nem, 2000 óta nem programoztam meg sem, meg nem abszolút nem foglalkoztam a, meg, hát máshogy is alakult az életem. De mindegy, a lényeg az egészben az, hogy kérdésem az az, hogy hogy, hogy hogy, fogsz tudni nekem ebben segíteni? Tehát, vagy hogy fogunk tudni ebben konzultálni? Vagy, 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 Tehát nekem én azért úgy érzem, hogy jó, persze, hát a domain meg ezeket meg fogom tudni csinálni, ez az oktatási okay. oldalamon minden fönt lesz, hogy hogy hozod létre a, a, domént, a WordPress, hogy telepíted föl, a pixelt, hogy helyezed el, azon belül a divivel, hogy hozod létre az oldal, ez minden fönt lesz az oktatási oldalon. Most mm. nekem ez lesz a nyári időszak, az nekem ezek a tutoriál videóknak a gyártása, és nekem az a célem, hogy te mind vállalkozó, és akkor most nézzük azt, hogy te mind vállalkozó, hogy tudod online elindítani úgy a vállalkozásodat, hogy meg tudod csinálni magadnak első körben, mert ugye ez is olyan, hogy addig kell megcsinálnod, amíg nincs bevételed. Ha mm. már van bevételed, már nem, a, akkor már arra foglak téged megtanítani, hogy hogy szervez ki ezt a melót. Mm -hmm. És az nagyon fontos, hogy amikor elkezdesz egy vállalkozást, akkor kicsit te csinálsz mindent. Igen mm -hmm. ám, de már tudod a pozíciókat, hogy nekem szükségem lesz egy videóvágóra, egy social media szakemberre, aki a posztjaimat kirakja, egy szövegíróra, nagyon sok mindenkire szükségem van, ezzel tisztában vagy, de az első lépéseket, azt neked kell megtanulni, lásd a folyamatokat, meg tud csinálni alaphelyzetben, úgymond 10 án amikor ez neked pénzt termel, akkor hogyan tudsz ebből tovább menni? Mi az a munkafolyamat, amit ki tudsz szervezni? Mi az, amit át tudsz adni? Ezért mondtam, hogy egy idő után nem kell neked azzal foglalkozni, hogy egy landing page az hogy nézzen ki, mert te azt fogod mondani hmm. a grafikusnak, hogy figyelj, egy ilyenre van szükségem, és lesz egy webprogramozód, akinek meg azt mondod, hogy figyelj, itt vannak a grafikai elemek, itt a bankártyás vezetés, meg rakd össze és az mm. belekerül neked 20-50-100 ezer forintba, a grafikus belekerül 20-30-ba, az egész rendszer belekerül 300-ba, igen, de te már kerestél vele ennyi pénzt, és azt tudod, hogy ez, a, ez az oldal, ezt a 300 ezer forintot, ez két hónapon belül fogja visszahozni, vagy egy hónapon, ez erre kell neked. Szóval az a lényeg, hogy először megcsináld a terméket, megcsináld az 1.0-át, te ezzel pénzt keresel, és abból fejleszed a vállalkozásodat. Mm -hmm. Szóval mm -hmm. ez, te most egy vállalkozást építesz. Az, hogy most ezzel mesét adsz, el, az egy dolog. De egy vállalkozást építesz. És utána én ugyanúgy megtanítalak tényleg, hogy milyen vállalatirányítási rendszert kell rátenni kis vállalkozásra, honnan fogod tudni, hogy a programozó hol tart a feladatokkal, hol fog számon kérni, ő hol fogja betenni, mikor adja át a grafikusnak, a grafikus mikor küldi át az ő dolgait, és te ezt mind mened Te Egy idő után tartalom Tartalomgyártó olyan szinten, hogy megcsáld a terméket, de utána, mert minden más, minden segítő anyagot, azt a külső alvállalkozó fogják neked megcsinálni. Mert nem, ne legyen a vállalkozásod rabszolgája.